Sziasztok! Mi vagyunk? Nem. Blablabla! Érdemes kéne csinálni, az a legjobb. Sziasztok! Köszönöm titeket az Echo Hangstúdió legénysége, Józsi és Gabó. Ebben az adásban mivel fogunk foglalkozni? Mi lesz az a plugin? Ebben az audásban. Ebben az audio adásban. Igen. Ebben az adásban a PSP Datamix A567-es konzoljának, az EQ-jának a plugin emulációjáról fogunk beszélni. Igen, ez kicsit bonyolult, igen, mert eleve ez a név is furcsa nekünk. Szerintem nem sokan találkoztunk ezzel a névvel, ezzel a keverőpult nevével. Nekem is új volt. Ez egy 70-es évek elején, 60-as évek végig pult, hiszen ha Eddie Kramer azt magyarázta egy cikkben, azt olvastam, hogy 68-ban a Record Plant stúdióba ment el, Amerikába, a Handys felvételeket csinálni, és akkor fogadta egy 36 csatornás, minden csatornán egy hangszín szabályozót tartalmazó pult, és ebből a pultból fogjuk megnézni, ami most átváltunk a képernyőre, itt van Eddie a pulttal, egy szép fekete-fehér kép, de ott van. Itt vannak lent ezek a feketén, ami nézzük színes képet is, mert van ilyen is, ami azért is jó, mert mutatja a kornak a csodálatos... Hát úgy volt a világ, ugye, hogy dolgoztál, és akkor kezded van a cigi, és akkor itt toltad a fédereket. És jobb oldalt meg a cigis doboz, meg a kólás falaszk, és bal oldalt meg a csikkek ott vannak, hát az csodálatos. Szinte érzem azt a vintage dohányszagot, na kemény. Így, és hát itt van a maga a mester, aki használta, ugye Eddie Kramer csinált az első két lemezét. Nem is szerintem, sokkal több nem lehetett megint, mert 70-ben meghalt, nem? Tehát, hogy igen, de hogy ők dolgoztak együtt. És a mostani adásunk témája szolgáló plugin, az meg ebben a regben található 8 hangszín szabályozóból lett modellezve. A PSP Audio által. A PSP egy lengyel cég, úgy tudom. Így van. Régen használtam is tőlük dolgokat, mostanában nem nagyon, pedig régen volt egy-két EQ-juk, ami nekem tetszett. De ez ilyen 10 éve. Illetve a Vintage Warmer az, ami hát audioberkekben ja, már régóta az, nagy. Az még mindig, aha. De hogy mondjam, fanklubnak örvend. Igen. Az volt az első ilyen igazi, hát ilyen loudness monster, hogy úgy mondjam. Még a decapitator-ök, meg minden egyébek előtt, hogy ezt, hogyha rátették a dobsávokra, vagy a masterre is akár, akkor ott egy jelentős, hát hogy mondjam, loudness emelkedést lehetett eléggé transzparensen elérni. Aha, na igen, igen. De nekik volt először a Lexiconnak volt a delay-je, az ott meg is van nekik szerintem most is. Igen, így van. PCM-70 talán? Vagy nem, az a reverb? Nem az engető, hanem a PCM-42. 40-42, vagy ilyesmi. 42 az lesz az. Igen, az nekik lesz, úgy jelent a megfejtés, az volt a delay. Ja, ez nagy dolog volt. Andy Wallace használta szinte kizárólag. Ja, ja, így van. Volt így is van. Vele egy trükkje, amikor ezt ráteszi a stereo torzít gitárokra, és még jobban meglöki neki, és attól lett az a legendás Rage Against the Machine hangzás többek között, illetve szinte mindenre használta ja, a 90-es években. Ja, még betorzított neki minden. Akkori konverterek, meg minden, az csodálatos. Na, szóval ezt megcsinálták, és akkor nézzük meg a plugint, hogy ebből egy csíkot kiszedtek, ami a recentiben benn kéne lenni, és ott is van, most jól viselkedik. Itt van a pluginunk, ami alapból sokkal kisebben jött be, de lehet szépen nagyítani, bár kicsit rángatózik. Most nem sikerül megfognom itt. Hogy ilyen kicsit olyan furcsán működik, de lehet nagyítani, az tény. Hát itt vannak ilyen beállítások, azokat nem sok minden van, de van egyébként manuáljuk is, ami ez rendes dolog. Azt kell tudni, hogy azt olvastuk, hogy ez egy nagyon színezős hangszínszabályozó volt, azt mondta Eddie a riportban, amit olvastam, hogy óvatosan kell vele bánni, mert hogy ez meg tudott hamar szaladni, érzékeny volt. Na most, hát először nézzük meg a szokásos módon a hangszereken, és utána azért javaslatot, hogy nézzük meg a Bertom gyerekkel, hogy meglepő egyébként, hogy mit csinál az EQ.
lehet találni érdekességeket. Igen, igen, de össze csak nézzük végig, és utána ne felejtsük el ezt a Vertonghot, hogy miért is lehet úgy, ahogy. Hát igen, tehát, ahogy hogy... rátesszük, hallani fogunk azért, hogy egy elég izmos monyót kölcsönöz majd a igen, tehát, hogyha most az így gazdaanyagnak. Autót használunk. Hát egyébként a Bisonnak az egyik dalát választottam itt a dob vizsgálatához. Nem tudom, nézzük meg lábdobon először mit tudunk csinálni. Hát ugye, de először nézzük meg azt, hogy mik vannak. Hát nem sok funkció van, így látjuk, de a szoftveres emberek azért adtak hozzá jó párat. De ha alapban rájönzünk, hát mit látunk itt arról jobbra haladva, ami függőleges volt, ugye igazából? Igen, igen. Hát ránézésre ez egy egyszerű, szimpla EQ modul. Ugye nyilván a drive funkció az itt kompenzálva van, tekintve, hogy pluginről van szó, ezzel szerencsére nem csak feltekerjük a hangerőt, hanem tényleg a torzítást lehet vele még intenzívebbé tenni. Illetve hát van egy háromsávos EQ, ami egy low shelf, egy csúcsszűrő középen és egy high shelf. És ezt egyenként lehet késbe is kapcsolni. Igen, ez a vajon így lehetette? Látjuk ezt? Szerintem nem, nem? Nem volt kapcsolható, nem, csak egy EQ beállítási lehetőség volt. Ugye? Csak így van. Néztük. Jó. Tehát itt a szoftverek már tettek hozzá egy lehetőséget, hogy kapcsolhatjuk ki be. És akkor ugye azt látjuk, hogy itt a színek nagyon fontosak ebben az esetben, hiszen az eredetiek, a frekvenciák, ezek a szürkék. Így van. És már rájöttünk arra, hogy ugye ez most egy dual ugye, poti, tehát az egyik állítja ugye a frekvenciát, másik meg emel vagy vág. És ugye ezek a szürkék az eredeti frekvenciák, tehát nincs sok, de a szoftveres gyerekek adtak lehetőséget nekünk, hogy nem folyamatosan, de lehet azért több frekvenciát találni, és az kékkel szépen jelzi. Ez mindegyiken így megvan. És akkor mi van? Semmi, még egy outputunk van. Nem működik a lámpa. A lámpa itt nem működik. De... Viszont vannak még érdekes funkciók az alsó panelben is. Itt ezek, ugye, arra gondolunk, hogy egy 1-től 8-ig, ugye hát akkor ugye, amit néztünk, hogy az ez lehet, ugye? Hogy a, mind a 8 modult lemodellezték. Ezt a 8 modellt modellezték, de most van ezek itt még... között apró toleranciákat fogunk találni. És akkor van itt még ilyen, nem tudom, hogy jeleztek itt ilyen lásakat, hogy ugye van egy ilyen átlagoló, ugye szerintem mindegyik ugye eltér egy kicsit, és akkor ezt így átlagolták nekünk. Meg van ez a hashtag kettős kereszt, ezt így annyira nem ennyire értjük, de biztos jó. Igen, ezt többféleképpen is lehet értelmezni, hogy mire gondoltad a költő, az kérdés. Igen, ez a szoftveresek itt tették hozzá, és akkor van egy ilyen alt Q, ami nyilván ami alternatív ilyen Q értéket tesz hozzá, ami nem az eredeti pulté, hanem valami kicsit más dolog, és akkor szintén van ez a sharp, ami valamit itt csinál nekünk. Nem tudjuk még, mert nem találkoztunk fel, nagyon hallgattuk még meg, de meglátjuk. Illetve még csak talán egy rövid hozzáfűz, hogy mondjam, komment a variáció. Lehet, 5%-ot, bocsánat. Igen, igen, mondjad. Csak az, hogy van még egy variation slider, tehát az pedig csak eltolja a jobb és bal közötti különbséget. Ez főleg akkor lesz látványos, vagy hát, hogy mondjam, a különbség, hogyha a stereo csatornára tesszük, tehát akkor a jobb és bal csatorna közötti eltéréseket emeli ki még jobban egyik vagy másik irányba, attól függ, hogy plusz igen. vagy mínusz. De azt mondja akkor, hogyha az 1-8-ig választunk csatornát, itt azt itt magyaráz nekünk egyet leírás, látod? Hát most mindegy, egyesen. Jó, hát tegyük rá, tudom, ugye azt kell tudni, hogy ezzel az EQ-val keverték, ugye például ez a Jimi Hendrix lemezeit, megnézzük most a lábdobot, a Bison zenekarnak a dobsávjait előhívva, ezt csak szólózgatunk, itt elég sok lábdob van, akkor nekik jó lesz. Hát mindegy, menjen. Na, nézegessünk. Meg kéne kapcsolni, nem? Az EQ-t. Ja, igen, az fontos, ugye, gyerekek? Töké mutatja egyébként, hogy jön be a jel, látjátok? A drive-ban. Igaz, igaz, igaz. Ez becsapós. De hát ugye, hát, ha halljuk, hogy nem halljuk, akkor előbb-utóbb feltűnik, hogy...
Aha. Egyértelmű. Jó. Megnézzünk itt egy... Először legyünk az eredeti pulthoz. Ne csaljunk, hogy van más referencia. Nézzük, mit tudtunk akkor csinálni, ugye? Tehát az... Színezős játékos. Igen, most egy kis szünet van, de visszatesszük. Működik. És ha kapcsolgatom, ég és hold lesz, figyelj. Átrutoljuk a másik csatornákra, tudod. Remek. Oké, nézzünk is. Jaj. Ez egy kőkemény 27 dB-t. Viszont az is érdekes, hogy hangerőben azért kompenzál, nem? Tehát, hogy nem... Igen, abszolút, és jól működik. Nem löki szét, hogy igen, tehát ez brutális. A default érték, aha. Jó, működik. Jó, most én konzervatív voltam, nem néztünk más cuccot. Egyébként azt nem lehet beírni más értéket, azt megnéztük, csak a amit ők engedtek közé tenni. Tehát nem folyamatos az a hangszínszabályzó. Akkor nézzük egy overheadet először. De akkor megnézheted az overheadet nyugodtan, ha van kérdés, van információ legalább. Na, overheadezzél. De az trúbe, mert most ez a lábunk, ugye? Ez a láb. Aha. Úgyis jó, ott volt. Jobb egy gombot nyomsz. Na, ezért csak az FX-re. Úgy ott lesz. Legfelül van, legfelül. És megegyeztem valamiért. És valóban. Ami jó. Nagyítás is megegyezte. Volt ilyen plugin, ami nem egyezte meg. Kitűnő. Ó. Oh. Ugye enged 14 kHz-ig. Egészen 14 kHz-ig fölmehetünk, de akkor maradjunk a tradicionális számoknál egyelőre. Nincs sok színünk. Spontán mozgások vannak. Természetesen az egész az a dobok kontextusában máshogyan szólna, de lehet, hogy más majd vissza lépéseket tennék. Ha rátehetjük a dobosztra is. Ne szerénykedjünk. Ez például egy lehetőség. Próbáljuk meg ezt is megtorzítani. De ezt inkább ilyen drum roomnak. Aha, de egyébként... Képzelném, hogy jól áll. Szóval jól működik, hogy nem... Több ilyen hangját is kompenzálták, és... Próbáljuk meg a variációt, tekintve, ja. Hogy szerósávról van szó. Aha. Hogyha majd sűrűben játszik a szincányéron a dobos úriember. Pont vége van, mindjárt indítjuk. És így hallatszik a sztereó hatást, egy kicsit kihangsúlyozza. Ja. Kettesek. A másik irányba is megpróbáljuk majd. Kicsit több cintánja lesz, majd akkor ez hallhatóbb lesz. Most nem sok van. De addig is ábészhetünk egyet.
van, a mozás hegyek. Jó, akkor ezért nyomasd rá ezért, csak akarod ezért pergőre akár, és akkor szólhat már az over, meg a mennyi följebb, segítek. Tehát így visszaengedjük azért az egész szelkort, és akkor itt vannak a itt a pergő, látod? Az overheaden egy hangyányit állítok, mert így persze, viszont nagyon kiemeli a pergőt az overheadekben, amit nem feltétlenül az, amit szeretnék. Igen, még, és ott jobb meg. Jó, és akkor megy előről. Indulunk előről. Csak akkor lássunk. Pont a mozik. Üti a pergőt, csak ugye úgy. Hát jó lesz az. Csak akkor lássunk egy pergőt. És ez az oldatom ugye benne van nagyon ilyenkor a... Nyugodtan vedd le addig az overt, meg csak nézzük meg a pergőt akkor, hogy a... kiveszel az overt. Mármint szerintem a... Csak szorolsz ki. Jaja, kiszorolzzuk. De most már egyébként behagyta a tamadást. Igen, igen. Akkor enged vissza. Nem egy észrevétlenek ú. Pont azért van. Most is itt tavozik. És itt beletekerünk. Aha. Próbáljuk megtorzítani ezt is. Szépen kilapítja. Nézzük, szép. Milyen volt előtte. Hát igen, ez a különbség. Nem lehet nem észrevenni. Így van. De hát ezt sejtettük is ugye a leírásokból, hogy ez egy eléggé nagyon színezős cucc. Maga Eddie Kramer is mondta, hogy nagyon meglepődött, hogy mennyire óvatosan kell bánni vele, mert különben túltol mindent. Nézzünk kis basszus meg, ami elég beteg basszus, valljuk be, de lehet, hogy majd kiszedem azért a... Ugye milyen jó? De nem baj, megkérdezzük, hogy mit bír a szabályzó. Jó, hogy megőrzi a nagyítás meg mindent, mert volt ilyen plugin, ami nem, ugye mindig újra kellett. Az nem kedves dolog. Sajnos itt nincs. Igen, jó, hogy betettek ilyen alsóbbakat is. Ez az igazi. Itt viszont majd visszarakom ott a vonalat, hogy tudjunk a mellített torzításnak, ugye? Ez elég jó vonalú torzítás, nem? Ez itt. Igen, azért. Ilyen
Na, születek van meg. Szép. Cseréljük kézére, majd kiszerem majd őt a... Hát most ez egy vonal. Vonal, de van rajta egy szimulátor. Nem százszerékos vonal, de lekapcsolhatjuk, és akkor vonal van. Adok egy kis hangerőt. Van dinamika viszont cserébe. Ha akarod egy kicsit a vonalbasszus megmasszírozni, az emberibb lesz. Lássuk. Nyomassad a... Itt más lesz a dózításnak is akkor a lényege. Defaultság. Vannak ilyen prezetek, azt mutassuk meg, hogy azért, hogy maga Eddie, kicsit ez feje van azért a... Ja, hogy ott még nem, igen, látjuk, nem látjuk, hogy mi van. Igen, maga Eddie látjuk. Adta hozzá a Bass DI prezetet. Nagyon többet kertes. Között, de van neki kick prezetje. Kick is. Na, minden van neki. Ő már nem az. Egészen a hetes presetig mind az övé. Aha. Később esetleg valaki más is van. Rekordrendes valami. Ó. Még itt vannak egyéb úri emberek, akik igen. Hozzájárultak. Nagyon van kedvesek. Van az, hogy a 110 preset. Ami hát nem kevés. Igen. Na, itt na, minden van. Tök jó, hogy ilyen, ezt nem is nagyon láttam még egy plugin, hogy kiteszik a képét a készítőnek. Így van. Kiteszik majd mi is. Na. Lássuk, mit tud a basszusgitáron. Itt megszólal azért már. Ja. Hát itt tisztaság van. Lássuk, milyen volt. Most van tűző. Tózítsuk is meg hozzá. Szép. Jó. Jó, szóval tózítása. Tök jól működik. Halál jó. Lássuk, hogy milyen volt előtte. Jó. Tetszik, tényleg ez karakter az van. Nézzünk gitárt, elektronos gitáron érdekel, hogy mi lehetett itt. Hát most is sok gitárunk van, talán sok egyébként nincs sok. Mert egy kísérlet is köz szóló van csak, tehát akkor ezt így lehet. Tegyük rá össze a kísérletre egy külön. Itt vagyunk. Szólni fog itt? Á, biztos szólni fog. Hát az ilyen crunch. Ott romantikus rész. Eddie, enged föl. Háromig fölenged. Hát a szóló elveszi a... Hát azt is majd... Azt majd tekel szét a szólót, az úgyis keményebb tolzítású. Mindig átugrom, aztán majd visszatérünk. Ez
zene is szépen működik egyébként. Ez vintage. Igen. A javából. Oké. Okay. Szólózzál egyet, szólózzál. Adok időt. Addig ráteszem. Addig berendezkedhetem. Igen, addig beterem. Oda. Aha. Membránok szépen azért szakadnak. Ez itt már a Jimi Hendrix Experience. Igen, igen, abszolút. Kivémer bácsi, 68-ban. Azaz. Tényleg voltunk. Jött, hogy ilyenkor a drive él? Ilyenkor a drive él? Az él. Akkor elnézést, nem ilyenek voltunk. Igen. Egy Ctrl-Z-t nyomhatok. Aha. És ilyenek lettünk. Ja, igen. De tök jó egyébként, hogy egész természetes. Itt fönn tudok ABC, ez a teljes igen. Értékű AB. És jobb oldal, igen. Mindenki figyelje a kis észrevehetetlen pipát. Igen, jobb oldal figyeljétek a... Szép. Szép. Tetszik. Na nézzük meg egy... Ez mi vagyunk itt? Éppen veszünk a hangunkat. Milyen szépen veszünk hangunkat, nem? Tehát... Bámulatos. Ez óriási ez a hang. Na, és van itt egy olyanunk, hogy van egy zongoránk, legyen ez a zongora, kinémítjük a zéneket, és akkor az zongorán meg tudjuk mutatni akkor azt, hogy igazából mit csinál, hogyha ráteszed a plugint, ugye? Behozzuk a... Igen, az is egy érdekes dolog. Nézzük meg, akkor ne felejtsük el a Bertomot csak azért, most eszemét ott, akkor többet nem fog azért. Akkor ezt először behozzuk, hogy kell ezt így. Először kettőt ráteszünk, és akkor kijelöljük a generátort. De közért teszem azért, nem? Beteszem a cuccot, ugye? És utána megint behúzok egyet, és utána meg azt mondom, hogy már kész is vagyunk. Így jó, aha. Na, csak azt kell, ez nem kell nekünk, hogy ne lássák, ezt kell majd látnunk az alsót, ugye? Várjál, csak először így, hogy csináljuk? Ezt szép húzom. Egy kicsit. Hogy a generátort is lássuk jól, tehát egy kicsit jobban széthúzom. Így szerintem azért már látszik a lényeg. Na és akkor hát látszik, ugye mi történt? Most csak így behúztuk defaultban, és hát látjátok, hogy mennyire lineális a dolog. Tehát kikapcsolva, tényleg az, de így minden nullámmal látjátok az EQ-val, de be vannak kapcsolva, tehát hogy legyen kikapcsolva, ugye, és akkor tényleg ki van kapcsolva, akkor tényleg ki van kapcsolva. De ilyen az eredeti pulton nem volt, hanem így foglalott a pult téged. Így. És akkor ez mondjuk nagyjából hány dB? Hát ez olyan 2 decibel körüli emelést fog jelenteni. Ja, és akkor itt látszik attól, de nézik a csatornákat, hogy a 2-es, nagyon kicsi különbség van, de
minimálisan elmozdul. És akkor tényleg nézzük meg azt a... És akkor van ez a... Az, amikor átlagolja a nyolcat. Igen, ez itt... Ez meg itt valami szuperség. Az a mystery function. Igen, igen, igen. Így. És akkor tényleg van ez a... Ez a Q értéket megváltoztató dolog. Ő meg ez a sharp, ez nagyon, nagyon sharp lesz. Hát ez nézd meg. Ez így defaultban erős lenne, de hát nem ilyen volt, de ezért szoftveresek beletették ezt a dolgot. És akkor ugye itt meg igen, ez a tologató, ugye? Ennek főleg akkor igen. Látszik a hatása, hogyha már változtattunk a paramétereken. Így van, így van, igen. Tehát hogyha majd akkor, meg, akkor megnézzük majd úgy is, tehát hogy mondjuk beletekerünk valamit. Most még nem halljuk, hogy mind, de beletekerünk. Hogy mondjuk így. Most mondtam valamit. Meg így. Júj. Szóval ott. Hát annyira tekeri, annyira el. Egy kicsit. Na, akkor tegyük defaultba. Teljes defaultba visszatesszük. Így biztos default lesz. Mondom defaultba. Hát csak tudnám kezelni. Íni. És akkor szedjük le azért. Ne zavarja minket a... Hát csak kikapcsolom, az kész. Hát, ha még eszébe jött valami. Oké. Okay. És akkor zongorán. Na, ez a sztereóság. Megnézed a zongorán? Sztereóságon? Nézzük, lássuk. Kinémítottam az éneket még egyelőre, hogy azért laza kis zongora lesz. Így, így, hogy lássák ők is. Így. Zongorázzál valamit. Lássuk. Egy kis nyugis zongora. Aztán majd az énekbe jön, akkor nyilván változik minden. Klasszik. Nézzünk egy AB-t. Hát ezt azért nem torzítom meg, az mégsem illendő. Nem. De egy kis sztereó különbséget, azt akár kipróbálhatunk rajta. Úgyhogy jön el sűrűbb rész, itt nem sokára. Ezért jól érzékelhető. Érdekes ez a feature. Tedd bele akkor az éneket, ha már a zongorát most ehhez, éneket, tedd be az éneket hozzá. Ez egy kis kompresszió van már rajta. Na figyelj, most meglepő lesz. Nem is tudod, melyik dal ez mi. Nem tudod. Nem árultam el a dalt, nem? Hát figyelj. Tekerjed az éneket. Tekerd az éneket. Elnyitom a zongorát, addig hív a plugin-t rá. Ja. Azaz. Az igen. Várj, jó közeget. Lássuk, lehet, halljuk. Lehet, hogy az ének, akkor ezt vissza kell húzni. Nem tudom, a hangerő milyen, mi vár ránk. Szárazság van. Legyen nedvesség? Jó, ez szárazság van. Ilyen intimebb. Abszolút. Ez, úgy érzem, hogy ez egy szifleszülő dal lesz, úgyhogy... Itt belesúgja a fülünkbe. Élünk? Vagy? Nézd meg. Nem. Hát tudod, észreveszed te ezt. Akkor legyünk defaultba. Hát figyelj, ez ilyen. A placebo az mindennapos esemény, hogy megtörténik velünk. Hát ki van kapcsolva, hát igen. De most... te meghalottad, tehát hogy nem, legalább nem mondtam azt, hogy ha hallod, ez tök jól megemelte. Még nem bőgtem le teljes igen, egészében, igen, csak félig. Ne, épp az, hogy tök jó, mert egyből észrevetted. Na nézzük meg, már én hát tudom, akkor nézzük, a lássuk. Tucat. Indítsd el. Hát hiába, hát ez abszolút minden nap evel harcolunk. Try for you. I try to see through all the smoke and dirt. It wouldn't move. What could I do?
Ez a 8K, ez egyből jól szól. Igen, az az. A hölgyem ilyen. Nézzünk meg egy kicsit levegősebb frekvencia. A hip-hop rajongóknak. Igen, és meddig engednek el? 13-ig vagy 14-ig? Szoftveres kollégák. Lássuk. Egészen 14 kHz-ig azt a mindenét. Ez már azért nem a legkellemesebb, így önmagában. De 11,2-ig. Ja. Egészen. De még a 12,5 is használható teljesen. Strangers to friends, friends into lovers. Ábézzál a hallgassuk. Lássuk, hogy milyen volt és milyen lett. Nem még énekelni fog mi. Back to this truth. Back to our ez egy mondanja. Kortalanabb igen. Megközelítés, talán, mint a 14 kHz. Nem tudom, hogy elcsúnyítsam el. Nyugodtan, felszerdezd már. Ez csak tényleg a példakedvéért azonnal visszaveszem, csak nem... Century-nél mondta, hogy őszettük szét egy másik dal van. Így van, ugyanezt a hölgyeményt már, hogy olyan hangját, azt meglehetősen eltorzítottuk egy másik adásban. Ja. Most sajnos ugyanez a sors vár rá, igen, egy elnézést kérek tőle, de be kell mutatni a funkciókat. Én hozom a szabályokat. Hát igen, a motános megközelítés az nem ebben az arancsban fog, hát nem tudom, tündökölni. Az, amit sűrűbb részre. If I could, I'd pull your things for one more dance, but now I can't. A drive-ben marad, ugye? Say isn't it strange? Isn't it strange? Nothing to say. Isn't it strange how people can change from strangers to friends, friends into lovers and strangers again. Na, azt nézzük még meg, hogy mennyit fogyaszt a pluginunkat, ezt szoktuk nézni. Vagy esetleg még arra gondoltam, abszolút. Nem tudom, hogy igen? Hogyha egyszerre tudnánk a zongorát és az éneket is bypass-olni. Ja, persze, abszolút. Hát tudjuk. Tudjuk. Hogy így még szembetűnőbb legyen, igen, hogy mit jó, csinált abszolút, mondjuk egy egész mixen, jogos. Igaz, két elemes a mix, igen. De hogy mégis. What do we if I could, I'd pull your things for one more dance, but now I can't. Ez hallható. Hát abszolút. Eddie Kramer nem hazudott. Nem. Isn't it strange? You look at me. Abszolút. With nothing to say.
hidden the trench. How people can change. Szép, ott van. Na nézzük meg, akkor mennyit fogyaszt. Megnézzük a sztereó egységen, itt a zongorán. Try for you. 0,80 sztereó anyagon. Megnézzük a éneken. Töltöljük. De ugyanaz. Ugyanint fogyaszt. Nem volt hír oversampling, de valószínűleg van. Én nem láttam, hogy lett volna. Nincsen kapcsolható, de szerintem van benne. Mert hogyha a Bertonba betesszük, ott kiderül. Igen? Tehát én úgy emlékszem, hogy nem láttam. De lehet, hogy ez csak azért van, mert nem toltuk el a frekvencia megjelenítését 24 ezer herceket. Nem tudom, te értesz a Bertonhoz, én nem értek hozzája. Mit csináljunk? Hogyha csak megnézzük így, és ott, ahol írja, hogy 20 kHz, jobb alsó sorban. Nem tudok kattintani. Ez? Aha. Itt csak, hogyha ezt kitoljuk szépen a végéig. Hát, én nem látok itt oversamplinget. Ugye itt az oversampling filtert már látnunk kéne. Aha. Hogyha így kitoljuk, akkor ez azt jelenti, hogy itt a végén van 24 kHz. Itt van 20 ezer Hz. Uh-huh. Tehát ugye a Nyquist frekvencia 48 kHz-es beállításban vagyunk, az 22 kHz, ami azt jelenti, hogy a fölött már látnunk kéne egy nagyon erős low pass filtert. És hát itt nem látunk, és hogyha rá. Különféle... Tessék? Hát kattint csinálj nyugodtan, csak majd rá kell menni majd a OSM-ringre, a Reaper-rel tudod, azt szoktuk. Ja, értem, igen. Tehát itt ugye, tehát hogyha a drive-ot változtatom, akkor sem látom, hogy bekapcsolna bármiféle oversamplinget. Aha. Nem tudok másra következtetni, mint hogy valahogy oversampling nélkül oldották meg ennyire jól. Ahogy nem haladszanak ilyen izéken beteg... Frekik, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem tetején sem volt, meg a drive is tökön működött. Na, mi lehet? De egyáltalán ugyanaz a pluginünk van megnyitva? Lehet, ami? Hogy nem. Mert én úgy láttam, hogy nem. Lehet, hogy a pianót néz... ha pianon vagyunk, hát akkor pianon. A gyerekek, hát az ilyen interakció van. Nézzük csak meg. Ez a piano. Na, mit látsz? Tehát továbbra is ugye az, hogy az oversampling az nem, hogyha a drive-ot próbáltam ugye megmozgatni, hogy esetleg az változtat-e valamint, de nem. Tehát úgy néz ki, hogy ez oversampling nélkül ilyen, amilyen. Aha. Amit természetesen nem baj feltétlenül. Hát igen, mert de, ja, de jól szól, tehát hogy a drive sem olyan, hogy ilyen betegül szólna. Így van. Csak a legszélsőségesebben hogy el, meg minden, de hát az már oké. Okay. Tehát ugye jól szól. Tehát 0,8% az én gépében az teljesen elfogadható. Úgyhogy meg ezek a gombok nagyon szépek, az nagyon szép gombok ezek. Látszik benne a fényképész, nem? Így van. Látni véna a fényképész benne. Hogyha teszünk rá oversamplinget, ugye a Reaper-s oversamplinget, és úgy tekintjük meg majd a Bertonban, akkor elvileg látnunk kell majd azt a bizonyos low pass filtert. Hát tegyünk egy négyszerest. Na, és akkor mit kell nézzünk? Őt kell nézni. És ott már látszik ott, is. Aha. Tehát ott már látszik a Reapernek ugye a elnézést. Az oversampling. Hát ott már be van kapcsolva, vagy hogy mondjam. Tehát igen, látszik, hogy... 16-szorosra nyomjuk. Üzemel. Na. Elég 16-szoros. Toltam rá. Ott már egy kicsit kevésbé, de akkor nem tudom, akkor ez lehet, hogy mégiscsak van oversampling, csak sajátja. Valami nagyon lapos, görbélyű. Most kikapcsolom. Ugye? Ezt láttuk. Igen. És akkor, hogyha rátesszük a mondjuk kétszeres, csak mindig el kell, ott van. Tehát minél magasabb értéken van, ugye annál finomabb. Igen. Hát azért mondom, hogy ráteszem a Reaper-é legalábbis. Brutalizátort. Ott már megkergül. Valószínűleg azért, mert
abban a sampling rétben már nem... Nem azért, hanem azért szerintem, hogy megy, vajá? Valószínűleg arra már nem kódolták ugye a plugin-t, hogy ilyen magas sampling rétben működjön, akkor szokott ez előfordulni. Ja. Várj, pedig itt csak most izé van. Most kikapcsolom. Most meghalt, nem? Vaj, hogyha a Berton be van kapcsolva, akkor ugye nem fogjuk hallani. Azt tudom, csak hogy most... Ja, most hogy hiába kapcsoljuk ki a Reaper-öset, akkor sem igazándiból. Most nem mutatja azt, amit mutatja. Korábban. Tehát most elvileg kikapcsoltam. Oversampling. Hát most ez akkor kicsit megkergített ez a Reaper oversampling. Attól neki. Minden az a lényeg, hogy elvileg nincs benne, vagy nem nagyon van benne, elvileg, ahogy néztük, de jól szól. És ez a fontos. Igazából nem kell vetörődni, hogyha jól szól. Érted? Ez így van. Tehát ez a lényeg. Például a Sejjei professzornak a kedvenc pluginjébe sincs, ugye az ja, a... hát hogy ne. Az a szaturátor, ugyebár ugye a Crane Song-tól a... Jaj, segíts már. Phoenix. Phoenix 2-es, így van. És mégis. És mégis. Ja. És pedig hát az egy torzító, tehát ott... Ott nagyon kikéne. Ott én azt bele is tettem analyzerbe, ott vastagon van aliasing torzítás. Aha. De jól szól. De jól szól ennek ellenére. Ez a lényeg, aha. Jól van. Hát látjátok, megnéztük most műszeresen is ezt a dolgot, nagyon kemények vagyunk. De azt mondom, hogy tök jól szól a zenei. Abszolút, nézzük abszolút. Meg, mennyibe kerül, ugye? Ez fontos kérdés. Fontos. Itt van, mennyit van nekünk. 30 napos próba van, az is pozitív egyébként. Abszolút, ez 30 nap. És megsüvegelendő. Na és akkor itt írják, hogy ugye, mert tök új pluginról van szó, most jött ki nemrég, csak mondjuk, és $99 van. Itt azt mondják, $99 november 16-áig, és utána 149-re fölmegy. Aztán utána biztos leviszik a karácsonyi vására. De ez lesz majd. Ki tudja. Hát nem tudom. Nyilván ez is egy olyan eszköz, ami egy ilyen nem légszükséglet első, de viszont nagyon tudsz, szépen tudsz színezni. Gyönyörűen színez. Tehát, hogyha ez, ahogy szoktuk mondani, ugye, hogy az ilyen sterilebb sávokat nagyon meg tudja dobni, biztos. Abszolút. Még nem láttak trafót, semmit, csak esetleg digitális ekut láttak előtte, és utána ebben rá búztolni olyan fekiket, amik jól állnak neki, akkor az nagyon illetve szép. Hát, hogyha szemfülesek voltatok, láttátok, hogy rendkívül komplexek ezek az EQ görbék, tehát ez nem egy sima sáv, nem egy sima haranggörbe, hanem azokban is mindenféle huplik és érdekes formák vannak, amik egy olyan karaktert kölcsönöznek ennek az EQ-nak, ami hát nagyon nehéz lenne leutánozni bármiféle digitális EQ-val. És a drive funkció is jól működik igazából. Tehát, és hogy... nem utolsó sorban, nem győzők hangsúlyozni, hogy már jól szól. Teszteltünk is előfok plugin-t, és abban nem volt ilyen meggyőző. Például a, nem tudom, az a Hazelrig. Az nagyon nem jött be nekünk, de hogy az ugye az emberek azt tudja erősen, és nem sikerült minket lenyűgöznie. Ez meg jobban tetszik, úgyhogy ez egy jó dolog. Úgyhogy ha már pultot nem ismertük, legalább megismertük ezt a hangszínszabályzatot most 2024-ben, de sosem késő. Úgyhogy remélem, hasznosakat mondtunk, és hallottátok, hogy mi a lényeg, amikor bekapcsoltuk a plugint, és nem kikapcsolva néztük, de akkor tudtuk, hogy egyből, hogy ki van kapcsolva, tehát én látszik, hogy színez a dolog. Úgyhogy találkozunk következő adásban, ezt megírhatjuk, nem tudjuk, mi lesz, de valami lesz, és köszönjük, hogy néztek minket, hello, sziasztok!